2016. május 21. szombat, 11 óra 30 perc, a Bicskei TC sporttelepén vagyunk. A 35. alkalommal megrendezett Bicskei Napok városi rendezvény sorozaton belül 7. alkalommal rendezték meg a képviselőtestület Bicskei TC öregfiúk és vezetők városi labdarúgó rangadót. Szikrázó napsütésbe került sor szombat késő délelőtt a képviselőtestület és az ifjú hölgyekkel megerősített BTC öregfiúk vezető közötti foci rangadóra. Természetesen a képviselőtestületnél is kettő fiatal hölgy erősítette a képviselők csapatát. Ezt a rangadót a Bicskei Tornaklub Center pályáján játszották a csapatok. A politikusok csapatánál gondot okozott Páfi Károly polgármester makacs sérülése, akit ezért öccse helyettesített, mégpedig nem is akárhogyan, előbb a mezőnyben, majd a kapuban. Városvezetőnk Nagy Attila, Bicskei Gazdasági Szervezet igazgatója és a Bicskei Dőlőtábor és Uszoda üzemeltető non-profit Kft. Vezető társaságában a parton a mellől szurkolt mindkét csapatnak azért, hogy nagyon jó játékot mutassanak be. A rend kedvéért elmondom, hogy fehér felsőben játszik a képviselő testület csapata, sárga nadrág, sárga felsőben pedig a BTC vegyes gárdája szerepel, mint azt látjuk, egyelőre egy kapuznak a sárga mezben játszó Bicskei TC öreg fiúi. No kérem, a két csapat összetétele, képviselő testület kapuban Németh Tibor, további játékosok Hegedűs Viktória, Széchenyi István, Dr. Borgola, Oszama, Homonyik Mariette, Pálfi Viktor és Szabó Attila, valamint Kerbón Ferenc. A BTC öregfiúk és vezetők csapatát alkotta Sándor László a kapuban, további játékosok Csörgöl Ákos, Nagy György, Valencsik Melinda, Nagy Rita, Szabó Gyula, Tolna István, Homonyik András, Raffel József és Vince László. A Bicskei Tornaklub rendezői ebben az évben szakítottak a hagyományokkal, és ettől az évtől 2-2 hölgy szerepeltetését írták elő, hiszen az előző években egy-egy hölgynek a pályán kellett lenni, most idén, az idei évtől 2 hölgynek kellett a pályán tartózkodnia végig a mérkőzésen, azaz a 2x20 perces játék időben. A 25x40 méteres pályán, a 30 fokos hőségben bizony kellett is ez a létszám, hiszen sokat futottak a játékosok. A képviselőknél egy tartalék, a BTC vegyes csapatánál pedig 2 tartalék játékos várt arra, hogy bemenjen és frissítse csapatának a játékát. A rendező Bicskei Tornaklub Egyesület sportkoncepciójában igen fontos szerepet tölt be a labdarúgásban töltött utánpótlás nevelő munka mellett a városban élő emberek sportolásra való odafigyelése és a mozgási lehetőségek kiaknázása. Fontosnak érzik, hogy a képviselőkkel együtt közösen népszerűsítsék az egészséges életmódra való nevelést, a bicskei szabadidősportot, azon belül a labdarúgást. A 35. Bicskei Napok kulturális és sportprogramjaiban szereplő szabadidő sporttevékenységeken való személyes részvételükkel folytatói egy olyan sportmozgalomnak, amely hosszú távon nyújthat lehetőséget a bicskei szabadidő sport fellendüléséhez. No, de nézzük a játékot. Homonyik, Nagy Rita, majd Csörgő, Ákos, zicserben, 3 méterű mellé rúgja Ákos. Nagyon rosszul találta Csörgő Ákos a labdát. 0-0-ás eredménynek bizony ez nagyon nagy lehetőség volt a BTC vegyes csapatának, hogy előnyt szerezzenek. Itt pedig a képviselők kerülnek helyzetbe, hiszen Csörgő Ákostól ellopták labdát, Dr. Oszama kapura lövése kapufáról vágódott vissza. Óriási lehetőség volt itt is, ott is, egy perc alatt. Nagy Gyuri teszi előre Homolyik Andráshoz, ő be kezépre, Nagy Hitához, továbbá Valencsik Melinda, Melinda kapura lő, és ott van Homonyik és Németh Tibor párharcából, az utóbbi került ki győztesen. És kapusváltás történt a képviselőknél, hiszen jön előre Németh Tibor, lövését azonban Sándor Laci remekül védte. Nagy Rita vezeti fel a labdát, elhúzott Homonyik Marietta mellett, indít el a Homonyik Andris, de visszapattan a labda hozzá, újra Homonyik Andrishoz, Andris viszont belőtt labdájára nem érkezett támadó, és így oda lehetőség. Jönnek Németh Tiborék,
Egy kapu előtti kavarodás után Csörgő Ákos hozná ki a labdát, igen ám, de Rafael József nagyon határozott és keményen szereli, sőt kötényt ad hova nyitnak, lövése pedig kapufáról csattal vissza. Újból a képviselők támadnak egy előrével, és utána Németh Tibor előkészíti dr. Borgola Oszamának, akinek lövése mellé szállt. Nagy vezeti rá a labdát Hegedűs Viktóriára, majd tovább megy, tovább passzolja a labdát, és Homonyik Andis lövése pedig mellé szállt. Csereként pályára lépett Tolna István 69 évesen, itt van, nagyon jó labdarúgó, évtizedek óta itt játszik, jó labdával indított a Homonyikot, de Homonyik lövése hajszállal került el a képviselő kapuját. A mérkőzés játékvezetője pedig véget vett az első játékrésznek, 10 perc után volt egy ivószünet, 20 perc után pedig következhetett a mérkőzés első félidejének a végét jelző sípszó, és így pihenhettek egy kicsit a csapatok. A nagy hőség rányomta a bélyegét a mérkőzés iramára, mert bizony nincs nagy iram, de nagyon fegyelmezett és kemény játék folyik a pályán, hiszen még nem láthattunk gólt, tehát fél idő után a Bicskei képviselőtestület, Bicskei Tornaklub vegyes csapatának az eredménye 0-0 egyelőre. A második játékrészt mi kezdtük jobban, hiszen Samu remek labdát adott Valencsiknek, Melinda azonban kapufára lőtte a labdát. Itt pedig az ellentámadásnál Németh Tibor ballábas löketét blokkolja Nagy Gyuri. Szöglet után Szabó Attilához kerül a labda, Attila lövése hajszállal került el Sándor Laci kapuját. Újból Melinda került helyzetbe, de egy méterre leadott lövését Páfi Viktor a kapufára tolta, és onnan kivágódik a mezőnybe, jön Németh Tibor, Tiboron pedig négyen lógunk ott a nyakán, Nagy Gyuri saját cserén pedig vigadnak a társak. Most pedig a képviselők próbálkoznak, de Németh Tibor elől Nagy fedezi le a labdát, és kíséri ki a labdán túlra. Jönnek újból a Bicskei Tornaklub tagjai, Csörgő Ákos, lövése kijön, Csörgő Ákos leteszi a labdát Nagy Ritának, Rita lövését pedig bravúrral védte Páfi Viktor. Újból Nagy Rita lövését védte lábbal Páfi, és a túloldalon Szabó Attila megkerül Nagy Gyurit, de lövése a rövid sarok mellett hagyta el a játékteret. Nagy hozza fel a labdát, két védő között, kapura lő és lövése kapufáról csatta vissza. Itt pedig Rafael József, fiatal játékos, még nagy erőben van, ő erősíti a képviselő gárdáját. Páfi kidobását látjuk, amely alapján indítja támadását a képviselőtestület, de ez a lövés csemege kapusunknak. Itt viszont Szabó Attila lövését bravúrral kellett kinyomnia a bal alsó sarokból Sándor Lacinak. Igaz, hogy még nincs gól, de a kezdeti feszült hangulat kezd feloldódni itt a másik félidő elejétől, és egymás után kerülnek helyzetbe a játékosok itt a második játékrészben. Itt is egy nagy lehetőség a képviselők előtt, de Sándor Laci, a BTC kapusa remekül véd. A mérkőzés 35. percében járunk, amikor mindkét csapat igyekszik a másik kapuját bevenni. Nagy György cselsorozatát látjuk, de végül is Páfi Viktor az, aki végül is szerelte nagyot. Itt pedig újabb párharcból kerülnek ki a BTC-sek, hiszen Homonyik Marietta és Valencsik Melinda viaskodása után Nagy Gyurihoz kerül a labda, ő továbbítja Valencsiknek, Valencsik Nagy Gyurit szekteti, és egy jó átvétele Nagy Gyuri kilövő a hosszú sarkot. Nagy lendületből nagyon jól tette mag elé a labdát, faképnél hagyta védőjét, és mint egy 7 méterről kilőtte a hosszú sarkot. Nagyszerű labda volt, igaz, hajszálon múlott, hogy nem ment mellé, meg hogy nem ért bele Páfi Viktor a kapust, de hiába nagy lövés ellen nem volt ellenszere az ellenfélnek. Itt pedig még egy képviselő által leadott lövés, amely éppen csak hogy mellé szállt. Az utolsó percben Németh Tibor talált be a Bicskei Tornaklub öregfiúk és vezető kapujába, így egy-egyre alakult a végeredmény, és ezután az előzetesen kiadott versenykírásnak megfelelően következhetett a 3-3 büntető rugás. Elsőt a BTC színeiben Csörgő Ákos lőtte Németh Tibor kapujába. Ákos nagyon határozottan lőtte be a labdát a kapu jobb alsó sarkába, és ezzel a BTC-sek vezettek 2-1 arányba. Következett dr. Borgla Oszama a képviselők részéről.
ballábos lövése nagyon erős, amely utat talál Sándor László lábai között a Bicskei TC kapujába. Ez is egy nagyon magabiztos lövés volt. Ezzel a lövéssel 2-2 az eredmény következik. Homonyik András, a BTC-sek részéről. András bal lábbal nagyon okosan helyezi be a labdát oda a bal kapufa mellé, és ezzel vezet a BTC 3-2 arányban. A képviselők következő lövője Hegedűs Viktória. Jobban lő, és kilövő a jobb alsó sarkot. Nagyon ügyesen lőtte ki Sándor Laci mellett a jobb alsó sarkot, és ezzel egyenlít Viki, így tehát 3-3 az eredmény. És az utolsó kör következik, Nagy György, a BTC-sek részéről 12 centivel lőtte el a jobb kapufa mellett a labdát, igaz mérkőzésen belőtte a gólt, illetve a labdát az ellenfél kapujába, de itt nagyot hibázott, hiszen nem tudta bevenni Németh Tibor kapuját. Itt viszont Németh Tibor belövi, de a játékvezető nagyon helyesen lefújta, hiszen még nem adott jelet, megismételteti a büntetőrugást Németh Tiborral. Na nézzük, sikerüli Tibornak, így van, nekifut, és lő, és ott a gól. Így tehát megvan a képviselők vezető találata, és ezzel meg is nyerték a találkozót 4-3 arányban. Gratulálunk a képviselő testület győzelméhez, és a remek játékukhoz, és a szerencsés győzelemhez, de igaz, azt mondják, hogy szerencséje csak a jobb csapatnak lehet minden mérkőzésen, úgyhogy nincs mit beszélni. Így összetettben a 7. alkalommal megrendezett találkozót is ők nyerték, és összetettben 4-3 arányban vezetnek. Tehát a Bicskei TC öregjeinek, vezetőinek lesz miért visszavágni jövőre. És bízunk benne, hogy hasonló jó mérkőzést látunk a következő évadban is, a Bicskei Napok, képviselőtestület Bicskei TC, öregfiúk, vezetők, barátságos labdarúgó mérkőzése. Most pedig kapcsolunk a helyszínre, ahol a mérkőzés után egy jó hangulatú diátadó ünnepség pillanatait láthatjuk. A kedves szurkolókat, akik itt voltak a mérkőzésen, köszönjük a buzdításukat, mindkét csapatnak gratulálok a rendező bizottság nevében, és egyúttal szeretném fölkérni Pátri Károly urat, Kiskeváros polgármesterét, hogy szívesen átadni a díjakat. Ígéretünknek megfelelően díjazzuk a két csapat legjobbját, a legjobb játékvezetőt, aki ezen a találkozón, aki ezen a találkozón rendkívül magas színvonalon túlít a mérkőzést, annak ellenére, hogy én nagyon hibáztam, próbálta helyrehozni a hibámat, de nem sikerült. És adott egy esélyt a Németh Tibornak, hogy hibázott, de Tibi nem tudta meg ezt a bűnösséget, hogy megérjük-e. Na, akkor nézzük, hogy ki volt a két csapat legjobb játékosa. A BTC öregfiúk legjobb játékosa, Tornai István. A képviselő testület legjobb játékosa, Hegedűs Viktória. Gratulálunk, és egy aranyérmet a nyakába polgármesterünk. Külön gratulálunk Jakab Zoltán sportásnak, ő nyert az aranyérmet, így a külön gratulálunk neki. Aranysít, és a jövőben ezzel tudja a mérkőzéseket. És gratulálunk a veszteseknek, kipülőre játszottak, mégis veszítettek, így lehetne röviden jellemezni egy oklevél a részig, a BTC legfiúbb csapata. Róla is már megkérjük, szíveskedjen átlen a díjat. És akkor a veszesek emlékezzenek arra, hogy nagy melegben teljesen megérdemelte nyertek. A győzelmet sem nem kell megmagyarázni, egy nagyon szép sallegát vihetnek haza, íme. Gratulálunk nekik, polgármesterünk! Gratulálunk! És köszönjük mindenkinek a részvételt a rendező bizottság nevében. További programunk, a csapattal készítsünk egy fotógyerekek, az ősztes csapatról készítsünk egy fotót. Mind a két csapat jöjjön akkor még egyszer, így van meg polgármesterünk, Attilát, hogy megkérjük szíveskedjetek ide fáradni. És a nap további programunk a 14 órakor futó fotógó versenyt, szeretettel várunk benneteket. 15-kor Kertváros Teresztizetek, mestor szintén, és 13-kor Női Kertváros Teresztizetek. Az eredményhirdetés és a diátadó ünnepség után röviden értékelve a mérkőzést, én úgy gondolom,
hogy ezen a hetedik alkalommal megrendezett és most már nagy tradíciókkal bíró hagyományos képviselőtestület BTC öregfiúk vezetők 2-2 fő hölgyel megspékelt csapatok barátságos találkozóján, nagyon komoly mérkőzésen volt jó hangulat, nagy meleg, nagy küzdelem, sok kihagyott helyzet, egy elpuskázott büntető és 7 lőtt szabályos gól, egy érvénytelen találat, de a legfontosabb, hogy minden résztvevő épségben, egészségben és jó hangulatban, jól elfáradva jött le a pályáról. Sok ilyen mérkőzést kívánunk a jövőben is mindannyiuknak.